Ezt a beszélgetést annak kapcsán készítjük, hogy olyan emberekkel voltam körülvéve a mai napon, akik interneten a magyar zenéket hallgatták a Petőfi Rádióról, és teljesen annyira felzaklatódtam hallgatva, hogy mi a divatzene ma Magyarországon, és hogy mit hallgatnak az emberek. És az volt a legfurcsább, hogy azt vettem észre, hogy bizonyos időközönként, 3 vagy 4 óránként újra és újra ugyanazokat a számokat játsszák. És elkezdtem gondolkodni, hogy miért van ez. Biztos nem azért, hogy a tárházukban nincs elég zene, és akkor talán azért, hiszen ha az elmúlt 50 évet nézzük csak, hogy mennyiféle sláger volt Magyarországon, akkor akkor van bőven válogatni, meg biztos vagyok benne, hogy rengeteg könyvtáruk van a rádióstúdióknak, hogy bármit előszedhetnek, amit csak akarnak, és mentek ezek a mai magyar slágerek, és fogalmam nincs az előadókról, hogy kicsodák, és ekkor jutott eszembe, hogy ezek programszövegek azért, mert ezeket a programokat, a zenébe levő refrénekbe beleírt programokat akarják belesújkolni az emberek elméjébe. És ugye múltkor beszélgettünk arról, hogy ugye Sátán hogyan abjúzolja az emberiséget, hogyan kergeti, hogyan teszi présbe, vagy mondja az írás is, talán Ézsaiásnál van, hogy te, aki embereken taposol, és hogy emberek lelkével kereskedsz, aki fényes kerub voltál, és... Azt lehet, ez Ezékiában is van, de ez az Ézsaiásban is. És hogy drága kövekkel voltál kirakva, és lantjaidnak a zenéjétől megrészegett az egész emberiség, talán nem emlékszem teljesen szó szerint, de hogy ugye Béliállal kapcsolatban beszéltük azt, hogy amíg az Ószövetségbe felhozza példának azt, hogy Benjaminnak a fiai ugye megerőszakolták a Lévitának a szolgáló nőjét egész éjszaka, hogy több száz férfi megerőszakolta egész hajnalig, aztán belehalt, és akkor más esetben pedig Élinek a két fia, Hofni és Fineás, akik elcsábították, és paráznoságra csábították a bűnbánó asszonyokat, meg a nőket, akik áldozatot vittek a bűneikért, és erőszakkal elvették még az áldozati húst is az odajárulóktól, és hogy ez a fizikai előképe az Új Szövetségben értendő lelki abjúzolásnak, a lelki erőszakoskodásnak, vagy lelki erőszaknak, lelki nemi erőszaknak, ahogyan ezek csinálták, vagy a lelki csábítás, a lelki ráhatás, hogy elérték azt az erőszakosságukkal az állandóan, hogy ezeket a dolgokat ismételgették, és fölkeltették az emberekben akár az érzelmet, az egészségtelen szexualitás iránt, vagy olyan ismeretek, olyan tanokkal bombázzák az emberek agyát, elméjét, amik miatt teljesen Isten erkölcsével ellentétes, romlott erkölcsre tanítják az embereket. És ekkor jutott eszembe, ahogy a múltkor beszélgettük ezt, hogy ennek kapcsán, hogy a rádió is tulajdonképpen egy eszköze Sátánnak és az ő által a hatalomba helyezett világvezetésnek, világuralkodóknak a kezében, mert a rádión keresztül ugye minden autóban van rádió, minden konyhában van rádió, minden boltban van rádió, és megállás nélkül szól a zene, és emlékszem én is fiatal koromban, hogy állandóan zenét hallgattam a kedvenceimet,
hozzá kell tennem, hogy egy mukkot nem értettem abból az angol nyelvű előadóknak az előadásából, amit énekeltek. Évekkel később, mikor megtanultam angolul, akkor elborzadtam azon, hogy te jó ég, milyen elvetemültségeket hallgattam, és remélem, hogy nem igaz az, hogy amit tudósok állítanak, hogy az ember ébrenléti agyi gondolkodás és megjegyzés és tanulás funkciója mögött az ébrenléti tanulás és értelmezés agyi funkció mögött ott van, amit úgymond tudatalattinak, tehát nem az ébrenléti gondolkodásunkkal tudjuk felfogni, hanem mint egy tárhely az agyunk elraktározza ezeket a dolgokat, amit elemzés után úgy gondol esetleg, hogy krízis helyzetben túléléshez elő tudja ezeket az ötleteket, ismereteket szedni, és tudósok, akik az emberi agy tevékenysége tanulásával foglalkoznak, programozásával, subliminal message-ekkel, hogy azt állítják, hogy a tudat alatti az még, tehát minden nyelvet meg tud érteni, és az elhangzó szöveg, amit többször-többször ismételnek az ember füle hallatára, legyen bármilyen nyelven, a tudat alatti az meg kibírja kódolni ezeket, mert keresi belőle a túlélésnek az információit. És ilyenkor megrémülök, beleborzadok, hogy sok éven keresztül hallgattam a sok angol nyelvű zenét, rockzenét és minden egyebet, és hogy mennyi minden belekerülhetett a tudatalattimba, akkor hogyha mennyi program, és szóval ennek kapcsán, hogy hallgattam, hogy a munkatársaim mit hallgatnak, hogy nosztalgiáznak a magyar kultúrának tekintett posványon, és ezek a zenék, hogy széllel szemben, meg mindig azon kaptam magam, hogy mindig az volt a refrénje a számoknak, a számokban levő daloknak a refrénjének, ami mindegyik a bibliai szimbólumokat használja, csak ellentétesen, nem úgy, ahogy Isten akarja az ő jelképszólásait használni egészséges programozásra és isteni erkölcsnek a megtanulására is, hogy azt süllyedjen be a tudatalattinkba, hogy szituációkban, amikor kérdéses helyzetben vagyunk, akkor aszerint döntsünk, és ne a világ, és ne a sátánnak a ránk erőszakolt, két óránként, három óránként ismételt, gonoszságra tanító, gonoszságra indító és tanító, erkölcstelenséget tanító programszövegét vegye az agyunk elő. Szóval borzasztó volt ezt hallani, és ahogy hallom ezeket az embereket, hogy beszélnek egymással, és hogy milyen ocsmányul, és hogy megalázzák egymást, és sokszor nem értik maguk se, hogy miért ilyenek. Hát, igen, de most, hogy ezt elmondtad, most már értem, hogy a Bodó Attila miért mondta az egyik hanganyagában, hogy Isten még egy világi dalon keresztül is tud nekünk üzenni. Ja, nem Isten, a lélek. A lélek. Még a világi dalokon keresztül is tud üzenni. Bármilyen furcsán is hangzik ez, és megbotránkoztató, azt mondja. De még világi dalokon keresztül is üzen a lélek. Hát aha. Persze, az a lélek, a igen, lázadásnak e-világnak a lelke, e-világ, így van. Az istentelenség áradatának a lelkülete. Ugye, ami munkálkodik az engedetlenség fiaiban. Pontosan. Az Antikrisztusnak tulajdonképpen az Antikrisztusnak a lelke, a gondolkodásmódja, a felfogása, ugye, a reakciója, az érzülete, ugye, mivel hogy Krisztus az az Isten gondolkodását akarja tanítani minél több embernek, és az Isten erkölcsét, az Isten igazságát, az Isten szerint való tanítást és vezetést, ahogy Isten akarja vezetni az embereket az ő igéjén keresztül, az ige ismeretén keresztül, és akar tanácsokat adni, sőt utasításokat, hogy bizonyos szituációban, minden szituációban előfordulhat az ember életében naponként,
És egyébként kérdéses lenne, hogy mit kellene tennünk, vagy mit kellene mondanunk, vagy csinálnunk, vagy hogy kellene érezni magunkat, hogy Isten akarja azt elérni, hogy az ő ismeretéből merítve értsük meg az ő utasításait, és azt szerint reagáljunk a szituációkba, ne a világ szemete szerint, amit ennek a világnak az ura, egy személyes ura, az a gondolkodásmód, az igazságtalanság tanít az embereken keresztül, és bennünket pedig üldöz, akik másként gondolkodunk, üldöz, mert nem tudsz bemenni a boltba, nem tudsz sehova sem már elmenni, egy taxiba nem bírsz beülni, hogy ne azt a szemetet kelljen hallgatnod, amiről tudod, hogy az istentelenségnek és az aberráltságnak, a szexuális aberráltságnak, a gyilkosságnak és mindennek a programszövege árad. Ezt csináljuk, mert általános iskolákban is több példát tudnék felhozni, hogy általános iskolai tanárok a gyerekeknek ilyen zenéket raktak be. Tehát akár egy diszkó, suli diszkó, meg reggeli torna, minden reggel úgy indulnak a reggel 8 előtt, az első óra előtt, hogy ilyet hallottam, reggeli torna, és közben ezek a világi zenék mentek, és arra kell tornázni. Hát, ha belegondolok, általános iskolában. Óvodában Halász Juditnak a megakaláka együttes, meg akinek nem a programokkal megtömött istentelenségre, igazságtalanságra, hazugságra tanító szövegek, ezekben az ártatlannak, gyerekdalnak látszó előadásaiban, ugye se hal, se lát, dömötör, buta volt, mint hatökör, kerülte az iskolát, meg tehát benne vagy, kerülte az iskolát. Nem mindenki azért kerülte már általános iskolába, vagy középiskolába az iskolát, mert iskolakerülő akart lenni, vagy elsőt 30-40 évvel ezelőtt a szülőket büntették, 40-50 évvel ezelőtt büntette a törvény, ha nem küldték a gyerekeiket iskolába, ugye? Szóval a program, ezen a gyerekdalon már belekerül a gyerekeknek az elméjébe, ugye, hogy se láss, se hallj, tehát buta hatökör legyél. Igen. Már gyerekkorban programoznak bennünket, és ugye ment ez az internetes felvétel, hogy arról játszották maguknak az MP3 fájlokat, és nem tudom, ki volt az előadó, ezért több ment egymás után. Nekem csak a program az istentelenségre, az igazságtalanságra, a hazugságra, a szexuális perverzióra és az aberráltságra buzdító programok áradtak ezekből a zenékből, és volt az egyik dal, valahogy így szólt, hogy itt van egy lányka, akinek szép a lába, gyere velem az ágyba, vagy valami ilyesmi, és hogy mennyi fiatal lány, tínédzser lány, sőt, még talán fiatalabbak is, ugye, a szüleik hallgatják, vagy bármerre mennek, és ezek szólnak. Igen. Lemennek a gyerekeket, leviszik a Balatonra a szülők, és akkor ott bömböl a rádió. Igen. Ez a Petőfi rádió, gondolom, meg a, nem tudom, hogy még van-e Danubius rádió, vagy ilyenek, mint régen volt. Szóval, és ezek a kicsi gyerekek ott a homokozóba hallják. Igen, már a fülébe, igen. Azt egyszer láttunk egy felvételt, vagy hogy volt ez, hogy régen közkedvelt Animal Cannibals volt, és valahol a Balaton parton ilyen sörfesztivált rendeztek, és ezt a két előadót bérelték fel, hogy rappeljenek olyan szövegeket, rögtönözzenek, amivel most nem tudom már milyen borsodi sör volt, vagy tréhe, vagy nem tudom, valamilyen sör company bérelte meg őket, és a sok szülő ott voltak, és tapsoltak, és jel, minden, és a gyerekek, meg látva a szüleiket, felbátorodtak, felbuzdultak, és elkezdtek ott középen szegény picikék ott ugrálni,
fogalmuk se volt arról, hogy mibe csöppentek bele, és mikor ezt megláttam, olyan felháborodás vett rajtam erőt, hogy ezt meg se tudom magyarázni. És ezeken a szituációkon keresztül látom azt és érzem, és azért gondoltam, hogy erről is beszéljünk, hogy miért lenne jó, hogyha magunk tudnánk alakítani az életkörülményeinket, és meg tudnánk azt tenni, hogy kizárjuk az ilyenfajta rádiózást, és vannak, akik kimennek a szőlőbe, vagy a cottage-ukhoz, a nyaralójukhoz, vagy bárhol, és akkor bömböl a rádió, hogy el akarnak vonulni az emberektől, de a rádiót viszik magukkal. De bekapcsolja a rádiót, nagyon érdekes, igen. És hallgatja ezt a sok istentelenséget, és látszólag hétköznapi emberi felfogás szerint világi gondolkodással, ugye, hát ez, hogyha valaki unatkozik, akkor nem érzi magát egyedül, meg, tehát ez a magyarázat rá, de fogalmuk sincs arról, hogy a tévé és a rádió sátánnak, tehát ezek nem véletlenül lettek kitalálva, ez nem véletlenül történt, hogy a Marconi, vagy nem tudom ki volt az, aki a Morzét, meg a rádiót kitalálta, ugye, nagyon fontos céllal. Tehát láttam olyan dokumentumműsort, amiben azt taglalták, hogy például a televíziónak az elkészítés, hogyan kell mozgóképet csinálni, ez már sokkal előbb megvolt az ötlet, mint amiről mi tudunk, hogy elkezdték gyártani a televíziót, meg a rádiót, bármit. Ezek az ötletek már megvoltak, csupán arra vártak, hogy a technikai fejlődés során olyan anyagokat és eszközöket tudjanak gyártani, hogy részvezetéket, vagy olyan dolgokat tudjanak készíteni, olyan alkatrészeket és olyan eszközöket, amiket ha összeraknak, akkor működni fog egy rádió vagy egy televízió. És teljesen le voltam döbbenve, hogy ez már az 1800-1700-as években már az ötlet megvolt, hogy hogyan lehetne az egész világot, minden embert az agyánál fogva a tévén, rádiónk keresztül irányítani és programozni. Tehát brutál volt az egész. És főleg, ahogy ezt a rádió műsor ment, és akkor, hogy itt van ez a lányka, milyen szép a lába, gyere velem az ágyba, vagy gyere az ágyba, és teljesen ilyen gélyesen, ilyen, mint egy, nem tudom, hogyan mondjam úgy, hogy ne tiltsa le a YouTube. Hát a saját neméhez vonzódó férfi. Igen, tehát olyan hang, ráadásul olyan hang előadással. Itt van ez a lányka, gyere velem az ágyba! Szóval azt hiszem, hogy mindenki érti, hogy mire gondolok. És elgondolkodtam azon, hogy egy ilyen előadású, hogyha esetleg olyan beállítottságú ez a férfi, aki énekelte ezt a dalt, ezzel a nyázó, fröcsögő, ilyen, nem is tudom, minek kellene mondani, előadással, hogy ő miért énekel himneműként, himneműekhez vonzódó beállítottságú hangszínnel, miért énekel arról egy ilyen visszataszító stílusban, énekstílussal, ilyen személyiségnek álcázott stílusa, arról, hogy ott van egy lány, akinek milyen szép a lába, és akkor, hogy megszólítja, és gyere velem az ágyba. Már ez is önmagában felütötte, szöget ütött a fejembe, hogy itt egyszerre férfiakat és nőket programoznak, igen, mert ugye akik olyan beállítottságúak, queer, azt mondja az angol, queer vagy gay,
aki himneműként, himneműek iránt orientálódik. Ugye ott is egymást úgy becézik, úgy hívják, vagy úgy szlengekkel úgy beszélnek egymáshoz, mint hogyha az egyik fiú lenne, na, a másik erre lány. Erre gondoltam, hogy ezért érnek el, akkor jól kitaláltam, hogy ezért érnek el ilyen homoszexuális, tehát ilyen saját neméhez vonzódó férfi stílusban, és lánykát mond, mert akkor, akinek ilyen hajlama van, akkor tudja, hogy az nem is lányka, hanem az egy fiú, igen, egy másik fiú. Szóval, és ekkor döbbentem meg, hogy te jó vég, hogy mindazon kívül, hogy tinédzser lányokhoz, vagy akár fiatalabb gyerekekhez is, gyereklányokhoz is, már ahogyan a Halász Juditnak a Seha se lát dömötör, ugye buta volt, mint hatökör, meg az összes többi, ami tényleg tök ártatlannak látszik, és újra most így ebből az ismeretből, Isten igazsága ismeretéből, hogy Sátán hogy használja ezeket az előadó művészeket, színészeket, költőket, írókat és zeneszerzőket, dalszövegírókat, hogy használja ezeket az embereket arra, hogy kódolt szövegekkel milyen ocsmányságokra tanítják, programozzák és ösztönzik. Az előbb olvastuk ezt, felolvastad ezt a blogot, kedves ismerősünknek a blogját, és az ihletettségről ír, erről is beszélgettünk, csak kiegészítette, és nagyon jó. Tehát, hogy Isten nem ihletéssel ösztönzi az embert, hanem indítja az embert az ő igazságába leírt utasításokkal, indítást ad az embernek, indítékot ad, ösztönzést ad az embernek, hogy ilyen szituációban így viselkedj, ugye? Tehát ne barátkozzál olyanokkal, akik olyan dolgokra akarnak tanítani, amelyek elcsábítanak téged ettől az ismerettől. Ugye a példabeszédekből vannak sok ilyen parancsolat, ugye? És amíg Isten ezt a programot ajánlja, és erre igyekszik tanítani az utasításaival, hogy vele jó viszonyba kerüljünk, nyilvánvalóan a másik dalszöveg volt, ami csak most így hirtelen eszembe jutott, ugye, hogy elsüllyedtem a tengerben a széllel szemben, tehát hogy a széllel szemben elsüllyedtem a tengerben a kincsemmel, és hogy itt vagyok a sárba, az iszapba merültem, és nincs itt rajtam kívül senki más, csak az én kincsecském, vagy a kincsem. És így tehát, hogy hihetetlen, hogy sokkal korábban, évekkel ezelőtt egy videoklipet játszottunk be, a, nem tudom, mi volt ennek a régen közkedvelt együttesnek a dalagoldal szöveggel együtt, a I belong to the sea. Igen, hogy we belong to the sea, hogy mi a tengerhez tartozunk. Mi a tenger az otthonunk, a hazánk, az életterünk, és látszólag a videóklip egy kis halnak a megmentéséről szólt, de valójában tehát olyan bibliai szimbólumokat használ a dalszöveg, ami egyértelműen elárulja azt, hogy Isten az egész világot egy fekete tengernek, egy sós tengernek lát, amiben olyan élőlények vannak, amik nem tudnak az édes vízzel élni. Ugye? És tehát az Isten igazsága nélkül élő emberiséget tengerben vagy sós tengerben élő embereknek látja, mert nem az édes vízben élnek, ami szimbolizálja az ő igazságát. Ugye a sós víz szimbolizálja az élettelenséget, a marró hatása miatt, igen, ugye... az ítélet. Olyan, mint a tűz. Így van, pontosan só és tűz. Szóval, és ontja Hollywood és a film és a zeneipar a bibliai szöveggel
Isten igazságával programozó, tehát isteni erkölcsre, isteni gondolkodásra programozó jelképeivel szemben, ugye ők, amit Isten negatívan mutat be, és kerülendő rossz erkölcsnek, azt a világ és a világvezetés és az általuk alkalmazott propaganda ügynökök, zenészek, költők, írók, dalszövegírók, ugye színészek, színészekről ne is beszéljünk, tehát a hatalmas fizetésért, ugye mesztelenül egy idegen férfi, egy idegen nővel az ágyba bújnak, és egymáshoz érnek, akinek mindkettőnek, a nőnek, a filmbeli főszereplő nőnek, vagy főhős nőnek férje van és gyerekei vannak a civil életében, ugyanúgy a férfinek is. Sokszor gondolkodtam, hogy a feleség és a férje ezeknek a színészeknek hogy tudja elnézni azt, hogy az ő férje egy idegen nővel, egy színésznő kollégával tök mesztelenül bebújnak az ágyba egymással, ott taperolják egymást, fogdozzák egymást, egymáshoz érnek a nemi szerveik, a bőrük, mindenük, és akkor ott csókolóznak, hogy tudja földolgozni a férj és a feleség otthon, a gyerekekről már nem is beszélve. Szóval a saját gyerekei is valószínűleg ugyanilyen erkölcstelenek lesznek, mert az apu és az anyu azok nagy pénzért eladják önmaguk lelkiismeretét és a testét, ugye? És mennyi olyan fiatal lány lehet, akik hallják ezeket a programszövegeket, hogy én rólam szól, és erről a fiúról szól, akkor biztos ez a dal, aki kacsingatott nekem, mit tudom én, a kávéház előtt a teraszon, a gomba alatt, és azt mondta nekem, hogy milyen szép a lábam, ugye? És akkor amikor felhívja őt, elkezdenek beszélgetni, és magához engedi közelebb a fiatal lánya, a próbálkozó srácot. Amikor meghallja azt, hogy milyen szép a lábad, bekapcsol az agyába a program, hogy abban a zenében az volt, hogy gyere, bújj velem az ágyba. És a fiú meg elviszi, elkíséri, elhívja a saját lakására, vagy fordítva, és még a szülők tudta nélkül is, vagy akár máshogyan is. Igen, és mondod, hogy direkt a bibliai szimbólumokat használják, hogy már előre programozzák, ha valaha is kezébe kerül a Biblia, vagy hallja bárhol, akkor mint amikor megakad a lemezjátszó, akkor átkapcsoljon a program, és ne értse az Isten igazságát. És ez is ugye van az az ige, hogy mi szépek a hegyeken a örömhírt mondó lábai. Igen. És hallottam olyat, hogy a Jehova tanúinál van ilyen, hogy ezt idézgetik a hölgyeknek, hogy hát így bókolnak a nőknek, hogy hát Bibliából ezt az igét idézik. Ja, pedig hát egyáltalán semmi köze ehhez, de hát ugye közönségessé teszik igen, az pontosan. Igét ezzel. És erre írják azok az erre kiképzett szakemberek, akik a dalszövegeket írják, hogy Isten erkölcsével ellentétes erkölcsöt sugározzanak a rádióból. És ugye, tehát milyen sok fiatal lány lehet, kislány is, vagy fiatal lány, vagy tinédzser lány, vagy felnőtt lány, felnőtt nő, akik tudják azt, hogy nem egészséges ez, hogy egy fiúnak, egy jóképű fiúnak az ösztönzésére, aki ráadásul nyomul is, és belead apait, anyait, hogy minden hizelkedésével, minden csábításával úgymond a bűvkörébe vonza azt a lányt, aki ugye ez a világ az úgy van megcsinálva direkt, erre is napokban ébredtem rá, hogy a politikán, a pénzügyön keresztül és mindenen keresztül egy borzasztó szenvedésteljes világba passzírozzák bele az embereket, aki erre a világra születik. Tehát már gyerek, ahogy volt ez a műsor, hogy mennyi gyermek van évente, akiket intézetbe adnak a szüleik, mert vagy nem tudják felnevelni, igen, vagy nem kell neki, vagy meggondolja magát, és úgy érzi, hogy nem tudja vállalni az anyai szerepet, és hogy mennyi, tehát ezek a gyermekek milyen
Már onnéttól fogva, hogy óviskortól általános iskolán át, középiskolán át, munkahelyig, hogy milyen lelki, hogyan kell ezt fogalmazni, milyen lelki törésben részesednek, hogy amíg látják azokat, akiknek, még ha nem is egészséges család, de van apjuk, anyjuk, gyerekek, és azok elmennek haza, és együtt vannak, és együtt vacsoráznak esetleg, vagy együtt mennek valahova, és ezek a gyerekeknek hogy fájhat ez? Tehát ez is már megint csak a rádió és a tévének a köszönhető, hogy a benne levő szexuális indítatások, ihletések, amikkel ostromolják naponta, óránként az emberek agyát, hogy törvénytelen, erköstelen kapcsolatba kerüljön egy fiú, egy lányal, egy férfi, egy nővel, egy asszony, egy másik asszonynak a férjével, egy másik férj, egy másik férnek a feleségével, vagy férfi férfivel, vagy nő-nővel, és ezeken keresztül, hogy programozzák őket, és uszítják őket, hogy mindenki szexeljen mindenkivel, ahol csak lehet, használd ki, mert egyszer élsz, és stb. És már gyerekkorban fölébresztik a Disney filmekkel, meg a magyar népmesék, ki volt ennek a készítője, ez a férfi, aki rajzolt a Jankovics Marcel, és akkor meg vannak állítva ezek a mesék filmkockánként, és tehát eszméletlen, hogy a lányok a söprűn ülve, minthogyha férfi nemi szerveket tapogatnának, és azon élvezkednének. Ez a magyar népmesékből a Papucs szaggató király kisasszonyok című rész. Nem nehéz meglátni benne, hogy milyen utalások vannak, szexuális utalások, és óvodás gyerekeket programoznak erre, hogy menjenek el később bulizni, szaggassák ők is szét repett sarkúra, ugye a lányok a papucsukat, és akkor utána meg férhez mennek, családot alapítanak nyilván később. Erre programozzák az óvodás gyerekeket, ez nem véletlen, szándékos, egész kiskortól elkezdődik a programozás. Vagy mesztelen nőfigurák már ugye szerepelnek, tehát a kisfiúkban felébresztik már az erkölcstelenséget, és Isten pedig az igében azt parancsolja, hogy ne ébresztétek fel, és ne hagyjátok felébreszteni a szerelem érzést addig, amíg Isten azt nem akarja, amíg elérkezett időnek nem tartja Isten minden fiú és minden lány, minden nő és minden férfi életében, hogy alkalmas arra és képes olyan döntést hozni ez ügyben, ami egy életen át meghatározó döntés lesz az életében. És láss csodát, mennyi gyermek van, akit intézetbe adnak, mert a program bekapcsolt a fiúnál és a lánynál, és a lány hallgatott a fiúra, és elment vele, és szexelt vele, és teherbe esett. Mennyi gyermek kerül így intézetbe, nevelő otthonba? Mennyi gyerek kerül a nevező otthonokból családokhoz, vagy kirendelt nevelőszülőkhöz, akik aztán a legtöbb esetben borzasztó rosszul bánnak a gyermekekkel? És sátának pont ez az akarata, hogy feldúzzasszon egy olyan emberiséget, olyan óriási létszámot, amit aztán a kedve szerint arra használ, amire csak akar. Ha háborút akar kezdeményezni, el akarja a világ másik felét foglalni, akkor itt vannak ezek az intézetben nevelkedett gyerekek, akik nem kaptak a szüleiktől, nem tudtak kapni igazi érzelmeket, emberi, Isten szerint való érzelmeket, tiszta érzelmeket, és vadságban nőttek fel, kegyetlenségben, mint nézzük, ott vannak Jákobnak a fiai, ugye? Józsefen kívül mindegyik mástól született gyerek volt, és Jákob nem tudta megosztani a szeretetét az összes feleséggel, tehát a két feleséggel és a két szolgáló nővel, sőt, a tőlük született gyerekektől 11 gyerekkel sem tudta már a szeretetét megosztani Jákob. Milyen elvetemült, milyen kegyetlen emberek váltak ezekből. Én nem azt mondom, hogy minden intézetben nevelkedett kisgyermek ilyen kivételt. De nem ezt mondjuk, csak Sátán azért csinálja ezt, mert ilyen emberekkel akarja megtömni a világot. Igen. Érzéketlen, fájdalomtól, sajgó szívű
apa és anya nélkül felnőtt, állam által felnevelt gyerekeket akar látni ebben a világban, akiket aztán arra használ, amire akar, mert akinek lelki fájdalma van, azt nagyon könnyű rávenni bármire, bármilyen rossz dologra. Menjél el háborúba, öljél meg valakit, akiről azt se tudod, hogy kicsoda. Kereskedjél, és fosszál ki, legyél behajtó, legyél bárki, akinek nem kell érzelmet éreznie, hogy gonoszságot elkövethessen, igaz? Szóval, és ezért használja Sátán, abjúzolja az emberiséget, ugye, ezekkel a programokkal, amik dalszöveg szerzőknek a fejéből, a nekik megadott program szerint írják a dalszövegeket, és nincs kivétel, tehát nincs egyetlen egy olyan dal, egy ének, amit hallhatnál a rádióba, ami tényleg egy tiszta érzelmektől fűtött dal lenne, ami egészséges családi harmóniát építhetne fel egy férfi és egy nő között. Tehát minden dal hemzseg, tehát nincsenek őszinte érzelemmel megtöltött és erkölcsel, tehát tiszta erkölcsel megtöltött dalok. Nem hallhatsz ilyet, mert akkor minden ember egy szempillantás alatt erre a programra rájönne arra, kitisztulna a feje, az elméje mindenkinek, hogy te jó ég, micsoda egy képzeletvilág, egy mesterséges világ vesz körül, ami minden ontja. Tehát a melletted levő emberek, amikor beszélgetnek, és minden kötőszavuk, egy káromkodás, egy trágár beszéd, ugye? Nincsen, de olyan emberekkel vagy körülvéve, hogy minden egyes nap egy kínszenvedés, amíg haza nem érsz gyorsan, és meg nem pihenhetsz a békességet adó otthonodba, és elzárhatod magad az emberektől, az embereken keresztül sugárzó, borzasztó erkölcsnek a programjaitól. De minden ember ezt hordozza körülöttünk, és a trágár beszédet, és amikor meg az ember rossz szituációban is elkárunkodja magát, akkor ráébred arra, hogy te jó ég, beszivárgott az elmémbe ezektől az emberektől, a rossz erkölcsű igazságtalanságban, erkőstelenségben, perverziókban, aberrátságban élő embereknek a beszédén keresztül átsugárzott az agyamba, és pedig küzdöttem ellene, és egy rossz szituációban egyből az a szitokszó ugrott ki a számon. Vajon miért? Eszünkbe se jut, hogy azért, mert ez Sátán minden lehetséges formában ezt tolja az agyunkba, ezzel akar mérgezni bennünket. Tehát eszméletlen, hogy, és ez így lejátszódott előttem, hogy és tulajdonképpen azért jutott ez eszünkbe talán, hogy bizonyára sokan vannak, akik ugyanebben cipőben járnak, és ostromolva vannak Béliál világának a természetétől, rádión keresztül, emberek beszélgetésén keresztül, az elméi ostromolva van sokaknak, ugye, és vannak akik kísértésben vannak napi szinten, és nem találják a megoldást, hogy egy adott bűnben, amikor kísértésbe esnek és elesnek abban a bűnben, hogy miért van ez, hogy nem bírnak úrrá lenni ezeken a bűnökön, és hogy mi okozhatja ezt, hogy folyton vesztesek ebben a küzdelemben, ebben a lelki csatában, és ez az oka, meg kell, hogy mindenki értse, akihez el fog jutni, és kompetens ebben a témában, hogy abjúzóval van, és állandó sikertelenségek jellemzik a mindennapjait is, az óráit, bárkinek is, hogy mindaddig, amíg rádióval körül vagy véve is, és Isten tiszta érzelme és erkölcse ellen programozó számokat hallgatsz,
és nem küzdesz önmagad elmében ez ellen, hogy bármi, ami sugárzik ebből, nem mondogatod azt magadba, hogy nem értek egyet ezzel, és nem tanulsz meg igeverseket ez ellen, ezek ellen a programszövegek ellen. Ugye nem is tudom, hogy Ezékielt, vagy melyik prófétát hallgattuk, és hogy az van benne, vagy példabeszédek voltak ezek ugyancsak, nem tudom, hogyha ha meg lehetne találni ezt az igeverset, hogy ha tövisek és bogáncskóró között vagyis, ne rémülj meg az ő beszédüktől, vagy ne hagyd magad befolyásolni az ő beszédüktől. Igen, igen. Olyan elteszem arcodat, mint a kova, meg ilyeneket ír, és igen, megnézem. Tehát nyilvánvaló, hogy a megmentő szabadítónknak, aki a vérével fizető Szentlélek, hogy mennyit kellett őnek is ebben a világban a saját nemzetbeli embertársai igen. között élve, mennyi istentelenséget kellett minden nap hallgatni, amivel Sátán megpróbálta átitatni ezekkel az istentelenségekkel, ezekkel a erkölcstelenségekből, meg a különféle viccek, meg a pajzánságok, és a, sőt a durvább próbálkozások, lásd József, amikor a fáraó udvarába bekerült, ugye, és a börtöntartónak a felesége rá akarta venni, hogy paráználkodjon vele, ugye, és állandóan abjúzolta, állandóan kereste a lehetőséget, hogy hol bírja elkapni Józsefet, és magáévá tenni, és József ellenállt, és nem bírta elviselni, hogy ő minden férfit megszerzett, és egy valakit viszont nem bír, és ezt nem tűrhette bosszú nélkül, és a férjének azt mondta, hogy itt van a Józsefnek a ruhája, itt a bizonyíték, hogy meg akart erőszakolni, ugye? Igen. Szóval a megváltóval mennyi ilyen történhet, mennyire kellett Isten utasítására hagyatkoznia, és azzal elárasztani az elméjét, hogy ez egy pajzs legyen az ő elméjén, hogy ne bírják őt gonosz szándékú, ugye tövisek, ahogy beszéltük. Igen, azért jól mondtad, az Ezékielben van. Olvasd fel, kérlek. Tehát Ezékiel 2:6. Te pedig, embernek fia, ne félj tőlük, és beszédüktől se félj. Ha bogáncsok és tövisek vesznek is körül, és ha skorpiókkal laksz is együtt, ne félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, mert pártütők háza az övék. Ugye, és nem tudom, hol van megírva, azt mondja, jön az én mátkám, mint lilium a tövisek között. Igen. Én ezeket soha nem értettem, és egy korábbi beszélgetésünk egy magunk között, nyílt meg az elmém előtt ezek a jelképszólások, hogy korábban gondolkodtam azon, hogy a lilium, mit keres a lilium a tövisek között, ugye? És meg hogy mikor Ádámnak azt mondta Isten angyala, hogy mostantól fogva a töviset és bogáncskórót teremne ilyen neked a föld. Ugye, és látszólag úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy amért elkövették ezt az égbe kiáltó engedetlenséget és ellenállást Isten nyílt utasításával szembe, hogy egész addig minden gyönyörű, szép volt, mostantól fogva viszont, mint a nem is tudom, a Hamupipőke mesében van, vagy melyikben, hogy elvadult és ilyen tüskés, szúrós, bokros lett az egész ország, és sötétség lett. Lehet a Csipke Rózsika? Yeah, Beauty and the Beast. Uh-huh. A szépség és a szörnyetekben uh-huh. volt, vagy a régebbi változat, a Csipke Rózsika talán. Tehát, hogy én azt gondoltam valami gyerekként beprogramozva ezektől a hülyeségektől, és persze, hogy nem érthettem ezeket a kijelentéseket, ezeket az utasításokat és tanácsokat Istentől a jelképszóláson keresztül, mert a világból az agyamba programozott jelképen keresztül próbáltam megérteni, és ezért esélyem sem volt megérteni. De most, hogy aktívan, erőteljesen ezzel foglalkozunk, hogy Isten gondolkodása szerint az ő igéjére támaszkodva akarjuk megérteni az ő jelképszólásait, így teljesen más értelmet kap az egész. Tehát ugye a tövis az
rossz szájú, rossz erkölcsi nőket, asszonyokat, lányokat jelent. A bogáncskóró pedig Isten jelképszólása szerint istentelen, rossz erkölcsű, istentelen, igazságtalan, Isten ellensége férfiakat, fiúkat, férfiakat jelent. És hogy ugye azt mondja, hogy az én mátkám olyan, mint a lilium a tövisek között. Ugye, és szóval, és amit felolvastál te, az Ezékiában volt. Szóval azt mondja, hogy ne félj az ő beszédüktől. Tehát ezeket az igéket összerakva egyszerre meg lehetett érteni azt, hogy itt ezek embereket szimbolizálnak, nőket és férfiakat, és beszélnek hozzád istentelenségeket, és Isten, hogy gondolkodja ő szerintük, az ő felfogásuk, az ő igazságtalanságuk szerint gondolkodj, és aszerint is beszélj, mert akkor a cselekedeted is már ugyanolyan lesz, mint az övéké. És ezért nem fogják rosszul érezni magukat, ha esetleg 5-6 ember között, akik abszolút istentelenségben élnek, és borzasztó moráltalanságban becsöppen közéjük valaki, becsöppensz közéjük, és te nem úgy beszélsz, mint ők, nem úgy gondolkodsz, mint ők, és nem az a vágyad, és nem értesz egyet, nem érzed jól magad azokban a aberált beszélgetésekben, amiket ők, mikor meglátnak egy nőt, és akkor férfiak hogy beszélnek a nőkről, hogy mit csinálnak fel. Nem érzed magad jó olyan nők között, akik állandóan arról beszélnek, hogy nézd már, milyen jóképű ez a férfi, és hogy ez a pasi, állandóan a pasi, megyünk pasizni, meg ezzel a pasival voltam, meg azzal a pasi, és ugye becsöppen közéjük egy gyengébb természetű, gyengébb akaratú valaki, és már el is van sodorva ettől az istentelenségtől, ugye? Ez így működik, és hogyha a megmentőnk és a szabadítónk nem árasztotta volna el az agyát, az elméjét szigorúan, és nem azt arra fordított volna sok időt, hogy még munka közben is esetleg ezt mondogatta, amikor a munkatársait hallotta, hogy milyen ocsmányú beszélnek, és hogy amikor egymás feleségei, ez is hallottam ilyet is, dolgoztam olyan helyen, hogy egymás feleségéről hogy beszéltek a férfiak, hogy mit csinálnának egymás feleségével, és el voltam szörnyűködve, hogy micsoda aljasság lakozik az emberekben, hogy munkatársak, akiknek a munkán kívül semmilyen kapcsolatuk nincs egymással, csak belátták egymás feleségét, hogy elmondja őszintén a másiknak, hogy milyen ocsmánságot képzelt el, hogy mit csinálná, ha odaadná neki a feleségét. És a gyomrom kifordult, amikor ezeket hallottam. Brutál. Szóval ez vesz körül bennünket, a tövisek és a bogáncskórók, a rossz beszédű, erkölcstelen, aberált nők és a férfiaknak az istentelen beszéde. És ezért kell igenis, ugye van egy parancsolat, hogy rejtőzz el a hegyekbe, menjetek a hegyekbe. Igen. A megváltós azt parancsolta a tanítványainak, hogy mikor látjátok a pusztító utálatosságot, körülveszi a várost, akkor meneküljetek, menjetek a hegyekbe, ugye? Igen. Érdekes, hogy József is Míriámot elküldte a hegyekbe Elisabethhez és a férjéhez, ugye alámerítő Jánosnak a szüleihez, és ott rejtette el. Szóval ez is egy előkép, hogy ahogyan a jó férj elrejtette a gonosz üldözők elől az ő feleségét, ő ugyanazért, hogy a gyerekét meg ne öljék, mert tudta, hogy ő az Istentől választott, akit Isten meg akar tanítani a Mózes és a prófétákra, abba akarja gyakorlatoztatni, felkészíteni így arra, hogy ezt bevégezve, abban élve, szent és tiszta lesz annyira, hogy Isten szeplőterem bárányaként áldozatot mutathat be a saját életével azokért, akik az ószövetségű izraeliták engedelmes maradéka voltak, akik megmaradtak néhány százan, néhány ezren a Mózes és a prófétákon keresztül adott parancsolatok mellett, ugye? És szóval amikor tövisek és bogáncskórók közé megyünk, akár a munkahelyre, vagy vásárolnunk kell életszükségletre való dolgokat,
és halljuk a rádióból a ránk öntött, és az agyunkat el akarják árasztani ezekkel az ocsmanságokkal, ugye, hogy mi a tengerhez tartozunk, és mi a tengerben tudunk csak élni. Nem! Én nem tartozok a tengerhez, a sós tengerhez sem, és a fekete tengerhez sem, ehhez a világhoz. Gyűlölöm ezt a világot mindenével, ami van, amit sugároz felém minden napon, amikor az emberek között vagyok, akik ebben a világban gondolkodnak, éreznek, és... Tehát borzasztó, ez már a Petőfi is megmondta, hogy a víz az úr. Ja. Ez is egy versében van, a víz aztán, az tényleg, úr. Hogy... Tehát ott kezdődött már ez az egész, meg ugye az irodalmi dolgok, egyszer hallottam, hogy ez a görög-római kultúrából ered ez az egész, ami most van, tehát ami ebből kifejlődött, az összes szórakoztatás, mert ugye régebben az ilyen színház, meg a zene, ezek nem voltak külön választva, én úgy emlékszem, hogy ezt egyszer hallottam, hogy nem voltak úgy külön választva, egybe volt az egész, tehát volt ez a színház, és akkor ott volt a zene is, és akkor szépen ezek így külön választottak, lesz külön költészet, külön színház, külön zene, pontosan, külön film, és akkor kinek mi tetszik, programozzák az embereket, de az eredete ugyanaz, és az istentelenségre tanítása ugyanaz. Pontosan. Tehát nem véletlen, hogy az a dal, amit mondtál, hogy a tengerhez tartozol, ez Petőfi is megírta, hogy a víz az úr, tényleg, ugyanaz a program, tényleg, ugyanaz. Még Magyarországon éltem, és abban az időben volt egy együttes, még fiatal koromban a Republic nevű együttes. Tényleg, igen. És akkor valami monológot mondott az énekesük, hogy mint hogyha egy elszavalt volna egy versnek a részlet. Lehet, hogy a Petőfi versnek, hogy a víznek az árja, de akkor is a szégyen, vagy nem szégyen, gyűlöltem a magyar irodalmat, és soha egy verset nem tanultam meg, nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Eredendően olyan rossz érzésem volt mindig irodalomórán is, meg nyelvtanórán is, amikor, meg főleg amikor magyar kultúra került elő, nem tudom megmondani miért, főleg az ilyen népdalos és népzenés, és nem tudom megmondani miért, de én mindig úgy éreztem, hogy ez valahogy a halált hordozza, és az elmúlásra emlékeztet, nem tudom megmondani miért. Talán mert gyerekkoromban az utcánkban, mindenhol a nénik, bácsik házában, paraszházikokban, mindenhol ilyen matyóhímzéses babák voltak, meg ilyen, mint a magyar népmesék, amikor a galamb hímezi ezeket a szexkultusz szimbólumokat, ez a virágocskák, ugye az anyamé, meg a sperma, meg a mit tudom én, az van beleszőve ezekbe a rejtett ez a galamba, hogy hímezi ezeket a, meg ezek a dísztányérok, meg minden egyéb, és én mindig olyan rosszul éreztem magam, hogy ezek öreg bácsik, öreg nénik voltak, és hogy ez nem tudom, igen, valahogy, olyan, hogy nekem azt rohos, közvetítette, olyan, hogy halál, hogy ezek az emberek, akik ebben élnek, közel vannak a halálhoz, mert ez nekik a kultúrájuk, a mindenük, ebbe kapaszkodnak, de amikor meghalnak, hiába ragaszkodik ez, az nem fogja megmenteni. Mindig szólt a magyar nóta ezeknél. Tehát igen, ugyanez, igen. Egy utálom én is, és én is ezeket az ilyen ünnepségeken, amikor voltak az iskolákban, ez a március 15-e, meg ilyenek, nem szerettem, és egyszerűen mindig olyan érzésem volt, hogy van mögötte valami. És igen, tényleg van mögötte valami, a lázadás van mögötte, és a romlottság. Igen. Úgyhogy ezért kell, igenis, ahogy a megváltó ugye azt mondja róla az írás, hogy vajat és mézet evett, még megtanulta megvetni a gonoszt. Igen. Tehát az Ószövetséget, a Mózest és a prófétákat tanulta, mindig, amikor másodpercnyi lehetősége volt, azt forgatta a fejében, mert csak ez az egyedüli pajzs, ez sisak, tulajdonképpen ez a léleknek a sisakja. Hogy vegyük fel a léleknek a sisakját, ami az elménket, az agyunkat megvédi. Ugye a lélek az Istennek az írott igéje, az Ószövetség belül proféták és Mózes, és ugye a léleknek a sisak, Isten igazságának a sisakja az, hogy ezek az itt utasításokat tanuljuk meg és magoljuk be, mert amikor Sátán megtámadta tövisként, bogáncskóró személyiségként, meg akarta szúrni a megváltónak az elméjét, mert ugye ezek a növények, ez a tövis és a bogáncskóróba egy és ugyanaz, meg a skorpió, ugye a skorpiónak is a farkában van az ereje,
ahogy a Jelenések könyvében is mondja, ugye, tehát megszúr, és jobb esetben sokáig fog fájni, de legrosszabb esetben meghalsz tőle. A kígyó szimbólumot is ezért használja az írás, meg a lándzsa szimbólumot is ezért használja az írás. És nézd meg a gyerekkorunkban az ártatlannak tűnő Bud Spencer Terence Hill filmbe, a movie-ba, ugye ott van, hogy a film úgy kezdődik már, hogy a bogáncs korró, a lila növénykéje, még ezek ott lovagolnak, mennek a lóval a határban, ezt mutatja a kamera, kamera előtt pedig egy nagy, bíborszínű, bogáncs korró növény van, ugye? Igen. Szóval az ember a tudatos ébrenléti állapotával figyeli a két lovast, hogy lovagol a Terence Hill meg a Bud Spencer, mert ugye... És így működik, hogy csillagokat csinálnak, sztárokat csinálnak, az Istennek a csillagai, az Isten erkölcsére tanítanak. Ez a két jópofának tűnő színész, ugye nevesítették őket, már maga a tudat, hogy a Terence Hill és Bud Spencer játszik ebbe a movie-ba, már kinyitotta az agyunkat, hogy vajon mit fognak alakítani, ugye? Igen. És hát kezdődik a film, hogy ezek ott ketten lovagolnak, két bohémien figura, de... A tudatalattink már be is vette azt, hogy a bogáncs korró itt van a szemünk előtt. Most erről jutott eszembe a Fekete Istvánnak a bogáncs. Mondjuk én nem olvastam, mert én mindig is utáltam ezeket. Hiába adták ki kötelező olvasmánynak, képtelen voltam elolvasni. Hát én utáltam. Így vallom és be. És olyan jó, hogy ez bebizonyosodik, hogy jó, hogy ezeket nem szerettem, pedig gyerekeknek szánta. Bogáncs, jaj, de aranyos. Igaz? Hogy szeressék meg bogáncs, a bogáncsot. Hat betűs ráadásul. Igen. Tehát a testiségre, az Isten elleni lázadásra tanító dolgok ezek, ugye? És szóval a bogáncs, ugye a tövis is, ha megszúr, bemész a tövisesbe, ahol ilyen tövises növények vannak, akaratlanul is megszúr. Emlékszem, egyszer gyerek voltam, megszúrt, bementem az erdőbe, és ilyen tövises növény megszúrt, és tehát ilyen nagy, gennyes váladék lett a kezemen ettől a szúrástól. Észre se vettem, csak az, hogy egyre jobban kezdett fájni, úgyhogy tetanuszoltásra kellett mennem, hogy ez el nem érgedjen. Szóval a bogáncs kóró is, ugye a bogáncs is szúrós, ragadó, ráadásul még ragadós is, rád is ragad, nem csak, hogy meg tud böködni, és ugye ezeket használja, ezeket a szúrós növényeket, állatokat, rovarokat Isten annak a szimbolizálására, hogy a bűn ugyanígy terjed. A bűn, az istentelenség, az igazságtalanság, mint ahogy injekcióval belét fecskendeznek egy oltást, én most nem a Covidról beszélek, mint a futóbolond Rákóczi Gábor, meg a Kövesde megváltott, meg a még nagyobb futóbolond erdélyi antikrisztus, a Bodó Attila, ugye a kiáltó szó fővezére, szekta vezetője. Nem a Covid oltásról beszélek, csak ahogyan védőoltást kaphatsz, ugyanúgy kaphatsz elítélként egy halálos dózist is, igaz? Szóval a halálos injekció is ebből ered, ebből a dologból, és a bűnt szimbolizálja, a bűn ugyanígy terjed, az elmét megszúrja, és ezért Isten parancsolja, hogy vegyük fel a léleknek, az igazság, Isten igazságának a sisakját. Ne hagyjuk az agyunkat ostromolni, ne hagyjuk, hogy a gonoszságnak a gondolkodása minden bejusson az agyunkba. Igen, és egyébként pont ezért találták azt ki, hogy a Biblia szimbólumait programozzák át az emberek fejébe, mert hogyha valaki fel is akarja venni ezt a sisakot, mert erre rájött, akkor nem igazi sisakot fog fölvenni, hanem az ilyen Bodó Attila féle sisakot, meg a keresztény sisakot, a pünkösdistáktól, meg a Jehova tanúitól, vagy a katolikus, vagy református sisakot. Ez is úgy tűnik, hogy az is az megvéd, pedig nem, mert a világtól van, a világból van az egész, így és van. Át van programozva, és pontosan. Nem az igazság. És ezért fontos nekik, hogy a Bibliát mindenképpen úgy tüntessék el, hogy valójában ott van az embereknél a Biblia, de ők mégis eltüntetik a Bibliát, mert teljesen átkódolnak benne mindent szépen évszázadok alatt, ahogy formálják az emberek tudatát, mert ugye, ha elvennék a Bibliát, akkor az olyan feltűnő lenne, inkább akkor ezt a módszert választottak, és szépen jól meghamisítják, és mert akkor az emberek azt hiszik, hát nekem volt olyan kolléganőm, aki mindig a napi igét nézte, hogy feldobja, tudom én, valami program, és akkor minden, volt egy programja, és minden napra volt egy ige, és akkor azon az igén elmélkedett, de egy igén mindig.
szegény. Próbált, ugye, mert ő református, és templomba jár vasárnaponta, tehát próbált ő úgy élni, hogy Istennek engedelmes élete, de nem tudott. Így van. Azért, mert persze egy nagyon jó erkölcsű valaki, tehát így színre egy nagyon-nagyon csodálatos, szent életű asszony volt, de hogyha a tanítások, amik alapján él, hazugságokban azok szegény. Pontosan, tehát egy végtelenül megvezetett keresztény személy, aki jól érzi magát ebben a megvezetettségben, ez sajnos, ez már az ő választása, és azt hiszi, hogy rajta van a sisak, pedig nincs rajta semmi. Hát emlékszem, a hídgyülekezetben, akkor még tínédzser voltam, akkor az volt a szokás, hogy most akkor megvalljuk, hogy fölveszem a Szent Szellemnek a sisakját, és el kellett játszani, ja, hogy fejünkre veszük a sisakot, és fölveszem a Szent Szellemnek a mellvasát, és akkor mindenki eljátszott, magára csatolja a mellvasat. Azt utána az övet... Tényleg, az óvodásoknak így ilyen van. Megalázó. Így van, tehát gyerek teljesen ilyen infantilis csecsemőké programozták azonnal engedelmeskedő, vezényszóra engedelmeskedő csecsemőké programozták az embereket. Jut eszembe, ezen a rádió műsorban volt az egyik dalnak a refrénje, hogy de jó lenne örökké így gyereknek lenni, vagy nem is tudom, valami ilyesmi volt, hogy hadd maradjak kisgyerek, vagy nem is tudom. Persze, mert a gyereket nem lehet felelősségre vonni, az a legkönnyebb. Úgyhogy ugye direkt olyan világot gyártanak és csinálnak, amit nehézséggel, nyomorúsággal tömnek meg, és az emberek ösztönösen keresik a védelmet. És ugye, amikor már a világban semmi nem megy, akkor elmennek az emberek, becsábítják őket a gyülekezetbe, a templomba, az egyházba, a szektába, a Jehovák közé, a pünkösdisták közé, a szeretett vendégséggel, meg mi egyébbel, meg a hídgyülekezetes utcai levesfőzéssel, meg mi egyébbel. És soha nem történik semmi, mert a problémák ugyanúgy megmaradnak. Eltöltenek 10 évet, és rájönnek arra, hogy megint csak veszteseik, mert ugyanúgy minden kísértésbe elesnek. És az emberek is a világban keresik a problémákra, ugye a nyomorból, a nehézségből, a megvetettségből, a mindenből, a kísértésekben való folyamatos... csak hogyha most egy olyan példát veszek, hogy egy lány folyamatosan áldozatául esik, naívan az agilis fiúknak és férfiaknak, és állandóan, holott a lány tudja azt, hogy ebből semmi jó nem származik, de nem bír ellenállni, mert működik a fejében a program, hogy gyere velem az ágyba, mert ez a fiú azt mondta, hogy szép a lábam, ugye? De hogyha ez a lány ismerni az Isten igazságát, és a példabeszédekből magára érvényesíteni azt a parancsolatot, hogy ne közösködjél olyan emberekkel, akik olyan dolgokra tanítanak, amik miatt csak egyre inkább tönkre megy az életed, amiből semmi jó nem származik, csak a végén egy kidobott kapcarongy leszel, mindenkinek a kapcarongya, egy megvetett leszel, mint ugye az evangéliumokban a Mária Magdaléna, vagy az akit meg akartak kövezni a nép vezetői, mert ráfogták, hogy tetten érték, hogy paráználkodik és házasságkötörés követel, ugye? És ez egy mindenki által megvetett személy volt is. Hogyha az emberek ismernék már lányok, kislányok, tinédzser lányok, fiatal lányok, nők, asszonyok, igenis tudakoznák az Isten írott igazságába rejlő utasításokat és védelmet, oltalmat nyújtó utasításokat, akkor igenis egy karakteres személyé tudnának fejlődni, amikor is rossz szándékú, kihasználós férfiak jönnének, hogy megkapják azt, amit akarnak egy este, egy éjszaka, és utána a szemétbe dobják, hogy ez nem tudna megtörténni vele, mert Isten által fölkészített lány, tinédzser lány, nő lenne, vagy asszony lenne, és rossz szándékú, szexuális aberrációtól indított férfiak nem tudnák behálózni az ilyeneket,
és meg tudnák magukat védeni, kerülni tudnák az ilyeneknek a társaságát, vagy a beszédükből áradó, csábító hazugságokat, le tudnák fegyverezni Isten igével, és azt mondani, hogy nem hiszek neked, ugyanúgy, ahogy a megváltó, szabadító nem dőlt be Sátánnak a hazugságának, a csábítását, hogy hát vesd alá magadat, hiszen megvan írva, te tudod a legjobban az írásokat, megvan írva, hogy majd az angyaloknak parancsol felőled, és majd kézen hordoznak téged, hogy lábadat meg ne üsd a kőbe. Csak hogy ő azt mondta, hogy figyelj ide, Sátán, én ismerem az írást, ott múlt időben van írva az, hogy parancsolt az én Istenem, én felőlem, hogy a proféták és Mózes kézen hordozzanak engem, tanítsanak az Isten igazságára, hogy pontosan, amikor te jössz, benedőljek a hazugságodnak, és nehogy öngyilkosságot kövessek el, hogy nehogy Isten ellen forduljanak, mert a hazugságodra hallgatok, ugye? Ha minden kisfiú, minden fiú, férfi, házas férfi, nős férfi, minden kislány, minden tinédzser lány, lány, nő, férjes asszony az Isten igéjével lenne fölvértezve, akkor rengeteg katasztrófától tudnának megmenekülni, és el tudnák utasítani a főviseket és a bogánykórókat, azokat a Sátánnak az aberált embereit, akik égnek a vágytól, hogy gonosz beszédekkel elcsábítsák az embereket, férjeket a feleségeiktől, feleségeket a férjeiktől. Szóval ezért van nagy jelentőség az Isten igazságának. És azok az emberek, mint a Bodó Attila, szektavezető is, hogy Isten, a Biblia nem Isten beszéde, hát persze, hogy erre tanít, mert rá fogsz jönni arra, hogy micsoda aberált ő maga, és szexuális aberáltságra fog indítani és ösztönözni. Csak hallgass meg a műsorát neki, amikor egy másik székelyföldi aberált férfival beszélget, és hogy beszélnek ők ketten a nőkről, az asszonyokról, mint a bicikliről, amit a falnak lehet támasztani. És gondolj bele, hogy mit csinálna egy ilyen veled, ha nő vagy és asszony vagy, és a társaságukba kerülsz, amikor senki nem lát. Utána szégyenkezni, hogy kapcsolatba kerültél velük.